Sziasztok! A mai videóban a decemberi szerzeményeimet szeretném nektek bemutatni, azokat, amiket így magamnak vásároltam most decemberben. Azt gondoltam, hogy így sokkal kevesebb dolog lesz, de elég sok összegyűlt, úgyhogy lássunk is neki. Az első, amit bemutatnék, az ilyen lakásdekorációs dolgok. Megvettem ezt az Airwick LifeSense ilyen elektromos párolóktatót, vagy hát ilyen vax viasz melegítőt, ami tudjátok, ugyanúgy működik igazából, mint a mécseses változat, csak ez nem kell mécses, hanem bedugod a konnektorba és kész. Én meg vagyok vele elégedve, szerintem jó, mióta megvettem, nem is használtam más, csak ezt. Járt hozzá három ilyen kis viaszrudacska is, úgyhogy szerintem teljesen megérte, akciósan vettük, ilyen 2700 forintért talán. Ugyanehhez a készülékhez lehet venni ugye egy külön is ilyen viaszrudacskákat, ebben 6 darab rúd van, de ez rengeteg ideig elég, és olyan 1000 forint körül árulják őket akciósan, nem akciósan, meg olyan 1400-ért, és hát azt írja, hogy 120 órát bír illatosítással, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon jó, és ez a nagymama sütije nevű. Aztán vettem még, most a Tesco-nál is lehet kapni ilyen kis viaszokat, tudjátok, mint a ilyen pikendrú tártok, és vettem 2 vaníliánsat, ebből az egyiket megadom a mikányéknak. Vettem egy ilyen fűszeres, bogyós gyümölcsöset, és vettem egy lájmos illatút is. Még nem próbáltam ki őket, úgyhogy nem tudom, de aki használta már, az azt mondja, hogy jó, úgyhogy biztos, hogy nem lehet rossz. Vettem 2 FMDF-es illatgyertyát is, az egyik a vaníliás, a másik pedig ez a Cozy Christmas illatú. És én ezekkel meg vagyok elégedve, most is egy ilyet égetek, és nincs vele semmi bajom. Nem olyan nagyon erős az illata, tehát ne hasonlítsátok egy drágább gyertyához, de hát 250 forintba kerül, és tehát annyit simán megér. Vettem ezt a Scented Cubes nevű ilyen kis viasz kockákat, ezt egy cseresznyés illatban, és ebben ilyen kis picike kockák vannak, de ezeknek hatalmas illatosító erejük van, úgyhogy nagyon-nagyon jó. A DM-ben lehet venni, és 800 forintba kerül 8 darab ilyen kocka. Aztán rendeltem eBay-ről ilyen kis karácsonyfa dísz alakú ilyen fa lapokat, és ezeket lehet díszíteni, és volt hozzájuk ilyen kenderzsének is, amire fel lehet fűzni. Szintén egy eBay-es szerzemény, ez a kis hóemberes ilyen nyomda, aminek maga a nyomdája az egyébként egy hópehely, és szerintem nagyon szép. És azt hiszem, hogy ennyi lett volna az, ami ilyen lakásdekoros szerzemény. Van itt egy ilyen baba intenzív testápoló minta, ezt MSI-től kaptam ajándékből, bekerült ebbe a TRND projektbe, úgyhogy ezért nekem adott egyet. Illetve egy másik TRND projektben, ahol ezeket a Schwarzkopf kaviáros samponokat lehetett tesztelni, oda pedig Kamilla került be, és ő is adott nekem 3 ilyen mintát. Aztán vettem a Rossmannban, lehet kapni, hát ezt már láthatjátok, hogy már használtam, ezt a Garnier fátyol maszkot, ez egy újdonság, és gránátalmás, és ez ilyen 650 forintba került, de most már egy másik Rossmannban 850-ért láttam, úgyhogy nem egy olcsó darab, de jó volt, de szerintem, hogyha úgy 850 már nem ér, 650 még oké, próbáljátok ki. Vettem szintén fátyolmaszkot, ezt a Rival de Luposat, ez a Hydro Boostert, ez Rossmannban kapható, 200 forintba került talán, és vettem Balázs fátyolmaszkot is, ez pedig 250 vagy 300, valahogy így, ez már a DM-ben nyilván. És mostában nagyon ráfügtem ezekre a fátyolmaszkokra, én így ezekkel így válaszolgatok itthon is, tök jól áll vagyok. Vettem ezt a Jim James Mitiszer eltávolító tapaszt, vagy pórus tisztító tapaszt, erről már sokat beszéltem, van is róla tesztablogom, ezt majd linkelem lent a leírásba. Úgy nekem bevált, tudom, hogy van, aki azt mondja, hogy neki nem, de nekem teljesen jó, az orromra szoktam használni, és ez is azt hiszem, hogy 300 forintba kerül. Aztán még szintén eBay-ről vásároltam, hát ez 2 kamu dolog, tehát nem igazi, úgy álljatok hozzá. Ez egy Lime Crime kamu ilyen matt rúzs, ez van most a számon is, ez egy gyönyörű lila szín, ez a fogalmam sincs, hogy megy miért, Pansy az a címe, ez a neve, és tehát ez egy nagyon szép lila árnyalat szerintem, és szerintem ott viszonylag jól is áll. A másik pedig egy Jeffree Star, ami az a
Unicorn Blood, szóval unicorn is vér, az árnyalat neve, és ez pedig egy ilyen, láttátok, egy ilyen bordós árnyalat. Nagyon szép ez is szerintem. Meg vagyok velük elégedve, nincsen semmi bajom, nyilván, tehát ezek ilyen kamuk, úgyhogy ilyen 5-6-700 forintba kerültek, teljesen jó. Vettem az Yves Rocher-ba egy kávés tusfürdőt, tudjátok, ez az a mennyibe kerül, 5-80-ba talán, és már nagyon-nagyon sokat beszéltem róla nektek régebben is. Én 1000 éve használtam ezt utoljára, de most annyira megkívánt, amikor megláttam ott a polcon, hogy muszáj volt megvennem, szeretem. És a karácsonyi limitált kollekcióból az Yves Rocher-nál pedig megvettem ezt a fahéjas narancsos ilyen, mi ez, peelinget, bőrhadírt, ami, hát most nem tudom kimondani, mert le van ragasztva, de így megszagláztam a tesztet az üzletben, és ez egy ilyen, ez a zselés szaloncukor illata van, de komolyan is nagyon-nagyon jó illata van. Jó, vettem az Avon-tól, vagy hát rendeltem, 2 tusfürdőt. Már mind a kettőt használtam régebben, és azért akartam újra rendelni. Tehát ez a Winter Dreamland, ezt tavaly használtam, és ez egy ilyen bogyós gyümölcs illatú. A másik pedig ez a Pure Oasis illat, ami egy zöldteás illat, és azt lehet leginkább érezni, zöldteásmentes, de inkább a zöldteát érzed, és ezt is nagyon-nagyon szeretem az Avon-tól. Aztán jött hozzám 2 Balea tusfürdő, ez mind a kettő, ugye ez az új limitált verziók. Hát ilyen, egy kicsit hülye vagyok, és mindig meg kell vennem a limitáltakat, amikor kijönnek. Ez a Magic Fairy Tale, ez egy ilyen magnóliás és málnás illat, ez pedig a Sweet Wonderland, ami egy vaníliás rózsás, és mind a kettő fantasztikus illatú, hát nekem meg le kell csapnom mindig a vala a tusikra. Na nem, mintha akkora érvágesen, mert 250 forint, csak állnak a tusfürdőbe, a fürdőbe, de hát ez van. Jó, szintén tusfürdő, tényleg nekem ez az őrületem, ez a tusfürdő dolog. Ezt a, na most melyikbe vettük, a DM-be vagy a Rossmann-ba? Nem tudom nektek megmondani, hogy a DM-be vagy a Rossmann-ba, szerintem inkább a Rossmann-ba vettük. Az Original Source-nak a tusfürdői, ez egy mangós, ez pedig egy zöld banános és bambuszos, vagy bambusz teljes, valami ilyesmi tusfürdő, de a mangós is nagyon-nagyon-nagyon jó, de ez a zöld banán, ez valami hihetetlen jó, fantasztikus illata van, úgyhogy muszáj volt ezt is megvennem. És az utolsó termék, amit vásároltam, az pedig egy Izana sampon. Ugye mondtam, hogy eddig a lilát használtam, de hogy ki akarok próbálni más, mert hozzám hozzászokott a hajam, és ezért most megvettem ezt az aranyat, és remélem nagyon, hogy ez is jó lesz, meglátjuk, én bízom benne, úgyhogy majd most már elkezdem ezt is használni, ha elfogy a lila. Na, ezen kívül még, amit ugye láthattatok már, hogy ebben a hónapban jött hozzám egy iparfüméria rendelés, vagy hát bocsánat, Notino rendelés is, mert most már nem iparfümériának hívják őket, illetve nem is tudom, hogy mit vettem még, de biztos voltak hol videók, ezeket nyilván be fogom ugye linkelni nektek, úgyhogy meg tudjátok majd őket nézni. És köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Sziasztok!